közgyűlés többek között a város sportkoncepcióját is elfogadták. Ifjúsági hét, koncertek, sportbemutatók és ifjúságkonferencia is volt eddig. Női röplabda újabb nagy csata volt a Continental Arénában. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Megtartotta áprilisi ülését Nyíregyháza közgyűlése. A képviselőtestület többek között elfogadta a város 2024-ig tervezett sportkoncepcióját, a stratégiai zaj térképre alapuló intézkedési tervet, az intelligens gyalogos védelmi rendszer megvalósítását, valamint rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók helyi támogatásának szabályairól. A napirendek tárgyalása előtt elismerések átadására került sor. A Nyíregyháza város közbiztonságáért Sztárek Ferenc díjat, Toldi András a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka vehette át. A Nyíregyháza város sportjáért Kovács Bütyök József díjat pedig Sziklay Lászlónak, a Nyíregyházi Vasutas Sportklub alelnökének ítélték oda. A képviselők szavazással döntöttek arról, hogy ne kerüljön napirendre Lengyel Máté jobbikos önkormányzati képviselő előterjesztése, amely egy nyíregyházi önkormányzati rendészeti szerv és rendészeti bizottság létrehozására, valamint a város rendészeti feladatainak ellátásával összefüggő feladatok meghatározására vonatkozott. Dr. Kovács Ferenc polgármester a témára és a hozzászólásokra reagált is. Tegyük tisztába a dolgokat, mert az ellenzéki képviselők vagy nem tudnak, vagy nem akarnak tudni arról, hogy tehát a közbiztonság területén, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt megkötöttünk egy 6 tagú, meg konzorciális megállapodás, melynek tagja a rendőrség, a katasztrofavédelem, közterületfelügyelet, polgárőrség, mindenki, aki ezen a területen dolgozik, és az együttműködés kiváló. Tehát ahol nincs probléma, képviselő urak, ellenzékiek, ott ne csináljunk még egy kampányba se, mert ezt nem fogja önöknek senki elhinni. Megnézik a statisztikákat, és önök is ezt mondták egy hónappal ezelőtt, most meg teljesen elképesztő hitelesség, nem tudom, hogy jön ide, teljesen ennek az ellenkezőjét állítják. Nincs probléma, hála Istennek, feladatok vannak, a tendencia nagyon jó a közbiztonság területén Nyíregyházán, és egyébként pedig ez az együttműködés folyamatosan megy, ez a rendőrség munkája mellett kell ahhoz, hogy a közbiztonság eredményeink itt Nyíregyházán ilyenek legyenek, amilyenek, és amilyen pozitív tendencia az elmúlt években folyamatosan látható. A közgyűlés tájékoztatót hallgatott meg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről. Dr. Adorján Gusztáv főigazgató elmondta, pozitív értelemben zártak mozgalmas évet 2018-ban. A 38,5 milliárd forintos bevételük 88%-a a gyógyító munkából származott. Az év vége felé a kormány konszolidálta a kórházat, a megyébe 1,5 milliárd forintot utaltak. Ezzel az intézmény pénzügyi helyzete stabilizálódott. A parkolóház átadásával lezárult a tömbkórház projekt, a várossal együttműködve pedig óvodát is építettek. Emellett több 100 millió forintot fordíthattak gépműszer fejlesztésekre. A megye 6 településén egészségfejlesztési irodát nyitottak, és jó hír, hogy a kormány segítségével új 118 férőhelyes nővérszálló épülhet Nyíregyházán. Ezt követően a közgyűlés elfogadta a város 2019 és 2024 közötti időszakra tervezett sportkoncepcióját. A legutóbbi 2015-ben készített koncepcióhoz képest komoly változások történtek az infrastruktúra területén. A város vezetésének és a magyar kormánynak köszönhetően 2016-ban teljesen megújult a Continental Aréna. 2018-ban megépült a városi jégpálya, és folyamatban van a bújtosi uszoda kivitelezése, valamint a Tiszavasvári úton egy modern atlétikai centrum kialakítása és a városi stadion fejlesztése. Kormányhatározat született egy nemzetközi szintű multifunkcionális autó-motorsport aréna megépítéséről és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpontjának bővítéséről.
Az új koncepció feladatai között szerepel a sportoláshoz való jog feltételeinek biztosítása érdekében a saját tulajdonú létesítmények fenntartása és lehetőségei szerinti fejlesztése. Rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése érdekében szervezett és rendszeres mozgás biztosítása, a feltételek folyamatos javítása. Összehangoló, koordináló feladat elsősorban az utánpótlás nevelés, diák és szabadidősport, valamint a fogyatékosok sportja terén. A közgyűlés által az éves költségvetési rendeletben elfogadott városi sportcélú nagyrendezvények, sportprogramok megvalósítása. Emellett fontosnak tartják az aktív részvételt az országos és nemzetközi sportkapcsolatokban, különös tekintettel a testvér és partnervárosokra. Ezzel összefüggésben rendeletet alkottak Nyíregyháza sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről. A közülés támogatta a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019-2020-as TAO program keretében benyújtandó létesítményfejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását és a tulajdonosi hozzájárulások kiadását. A sportcentrum pályázni szeretne a Magyar Röplabda Szövetség felé a Városi Stadionban található csarnok teljes körű felújításának tervezési előkészületeire, a Bem József Általános Iskola tornatermének fejlesztésére, a Tiszavasvári úti csarnokban röplabdapályák hüvelyezésére, a Magyar Labdarúgó Szövetség felé a Vasvári Pál Gimnázium udvarán műfüves pálya kialakítására. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítására, az udvarán rekordtán kosárlabdapálya kialakítására, a Szőlőskerti Iskola tornatermének parkettázására, festésére, öltözők felújítására. A Bújtosi Városligetben lévő aszfalt kosárlabdapálya műanyaggal történő borítására és lelátóépítésére, valamint a városi jégpályán lévő épületben egyedi kondicionáló terem kialakítására. Ezek több százmilliós fejlesztéseket jelentenek. A képviselők elfogadták a város stratégiai zajtérképére alapuló intézkedési tervet. Ebben többek között szerepel zajmérőhálózat telepítése és folyamatos üzemben tartása, a nehéz gépjárművek forgalomkorlátozási és a forgalomszabályozási lehetőségek rendszeres vizsgálata, elkerülő utak építése, tervszerű útfelújítási programok, a tömegközlekedés és a kerékpárút hálózat folyamatos fejlesztése, a gyalogos közlekedés ösztönzése, a növényi intenzitás növelése. A közülés rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól. Erre a célra a költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint. A tervezet alapján a 40. életév betöltéséig az egyedülélőket, a házastársakat, élettársakat és a gyermekes családokat is támogatnák a család nagyságához igazodóan eltérő mértékű összeggel. Az összeg meghatározásánál a gyermekek számát javasolják figyelembe venni. Előnyt élveznek a támogatás során a 30 év alatti házaspárok, élettársak, őket szeretnék nagyobb arányban támogatni. A jogosultsághoz alapfeltételként határozták meg többek között, hogy a helyi támogatással vásárolt vagy épített ingatlant a támogatás folyósítását követő 5 év időtartamig a támogatott, illetve családja életvitelszerűen lakóhelyként használja. A kérelmező családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmaximum 7-szeresét, kéttagú család esetén a 9-szeresét, vagyonuk értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét nem haladhatja meg, továbbá társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek. Igen, ez is egy újdonság, egy új elem a önkormányzatunk részéről. Itt egy 25 millió forintos támogatást igényelhetnek ebből bizonyos összeget a első lakáshoz jutók. Azt gondolom, hogy ezek nem önmagában nem óriási nagy összegek. Viszont, hogyha úgy veszük alapul, hogy első lakáshoz jutó akár egy tervezési díjat ebből már meg tud finanszírozni, akkor ez egy jelentősnek nevezhető. Elindultunk ezen az úton, támogatni fogjuk, reméljük a jövőben ez még bővíthető lesz majd későbbiek folyamán. Mi most is azt gondoljuk, hogy a jó irány az lenne, hogyha a bérlakás állomány egyértelműen növekedne Nyíregyházán. Ebben, ennek a rendeletnek a kapcsán több problémát látunk. Egyrészt alacsony az összeg ahhoz, hogy az érdemben igazi támogatást nyújthasson, például hitelönerőhöz. Másrészt problémának látjuk azt, hogy
milyen prioritásokat fogalmaz meg. Itt több olyan alpont van, amivel kapcsolatosan kérdéseket fogunk megfogalmazni az előterjesztőhöz. Tehát az látszik, hogy egy hirtelen jött ötlet, és nincs igazán kiérlelve. Egy olyan lakáshoz jutási támogatást terjesztett elő a Fideszes Városvezetés, ahol harmadik országbeli bevándorlókat, illetve menekülteket is támogat a város. Úgy gondoljuk, hogy ezek a feltételek Nyíregyháza esetében, a nyíregyháziak tekintetében rosszak, és csak elsősorban arra kellene koncentrálni egy ilyen előterjesztés tekintetében, hogy a nyíregyháziakat Nyíregyházán tartsuk. Ez a 25 millió forintos keretösszeg lényegében semmire nem elég, ez egy kampányszöveg jelen esetben. Döntöttek az intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósításáról is. A gyalogos biztonság terén fellelhető innovatív közlekedésbiztonsági megoldások közül tavaly év végén létesült közérdekű kötelezettségvállalásból Safe Cross okos zebra Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán az északi temető hátsó bejáratához közeli gyalogátkelő helyen. Az eltelt időszakban azt tapasztalták, hogy a lakosság pozitívan fogadta a rendszert, és az autósok is egyre inkább értik a zebra működési elvét, odafigyelnek a villogó prizma jelzésekre és óvatosabban közlekednek. A kedvező fogadtatást látva ebben az évben is több helyen terveznek hasonló rendszert telepíteni a városban, nagyobb részt pályázati forrásból. Most az Országzászló tér és a Kálvin tér találkozásánál lévő jelzőlámpa nélküli gyalogátkelő helyen pályáznak okos zebra kialakítására. A közülés zárt üléssel folytatták a képviselők. Kétséges a szakképzés tervezett átalakításának sikere a szocialisták szerint. Szakképzés Zsákutcában. Ezzel a címmel hirdetett szerdára sajtótájékoztatót az MSZP. Aranyos Gábor választókerületi elnök azt mondta, már a negyedik próbálkozás zajlik a szakképzés átalakítására 4.0 verzió alatt, és fejetlenség van az intézményrendszerben. Jeszenszky András választókerületi elnök hozzátette, egy lesújtó képet megfogalmazó állapotfelmérés is megjelent a szakképzés helyzetéről, ahol nagy a lemorzsolódás, hiszen a jelentkezők és a végzettek száma is csökken. Az egyik legújabb elnevezés a sok névváltozás után pedig a technikum. Jeszenszky úgy fogalmazott, többféle tanterv szerint dolgoznak az intézmények, melyek egy része a szakképzési centrumokhoz, másik része szakminisztériumokhoz tartozik, kevesebb része pedig a klikhez. Így nincs egységes irányítás, ráadásul szerinte az átjárás is lehetetlen lett gyakorlatilag, valamint a szakpedagógusok száma is csökkent. A választókerületi elnök szerint elavultak a képzőhelyek és a duális képzés bevezetése is akadozik. Ez a próbálkozás is el fog bukni, abban az esetben, ha végre a kormányzat nem lesz hajlandó érdemi kommunikációt folytatni a különböző területen érintett szervezetekkel, szereplőkkel. Tehát legyen itt szó, ha már duális képzésről beszéltem például, akkor a munkáltatói oldalról, legyen szó a kamarákról, legyen szó a pedagógus szakszervezetekről, a szülői szervezetekről, tehát mindenkivel végre érdemi kommunikációt kellene folytatni. Szerda délután indították el az ifjúsági hetet a Kossuth téren. Az eseményt az ifjúsági kerekasztal, az önkormányzat és a kábítószerügyi egyeztető fórum szervezte idén már harmadik alkalommal. A nyitó nap szórakoztató, sportos és zenés, valamint tájékoztató kínálata után ma ifjúság konferenciát is tartottak városunkban. Hamarosan erről is szólunk, ám először a szerdai programokat összegeztük. A szervező szakemberek a felnőttek felelősségvállalását képviselik a hét valamennyi programjában, de a rendezvény elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani, hiszen a diákparlament javaslatai szerint alakulnak a dolgok. Számunkra nagyon fontos az, hogy a fiatalok társadalmi részvételét elősegítsük, és motiváljuk őket, hogy hozzák az ötleteiket, megvalósítsák, és tulajdonképpen önmagukat valósítsák meg ezáltal. Itt ma délután abszolút a középiskolás fiatalok ötleteiből építkeztünk. A színpadon amatőr zenekarok, néptánc együttesek fognak bemutatkozni, és a sátrakban közösségi terek jöttek el. Kivonult a térre mások mellett a Periféria Egyesület, a Humánnet Alapítvány, az Új Nemzedék,
vagy a Mustárház és az ő fiataljaik hoztak különböző játékokat, feladatokat, eszközöket, melyeket kipróbálhattak az érdeklődők. Mi is fiatalok vagyunk, tehát amikor ez létrejött, figyelembe vettek minket is, a diákönkormányzat is a városként, hogy mi az, ami a fiatalokat érdekli. A mi iskolánk nagyon gazdag a fiatalokba, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan harcművészet sport, aminek helye van itt a 24. ifjúsági napon. Önvédelem vagy igazi sport? Harcművészet. Ez egy másik fok, egy magasabb. Érzékeny kérdés, hogy mennyire partner a fiatalság az őket érintő témákban. Hogyan lehet a diákokat bevonni a közéletben az értelmes és értékes szórakozás a megbízható társaság körében? Bevallom, ebben a kihívás az az, hogy nagy körben bevonjunk a fiatalokat, és ez okoz némi nehézséget, hiszen azt gondolom, hogy ma a közösségi média világában azért ez nagyon nehéz feladat. De nagyon nagy szerencse, hogy mégis találunk olyan hangadó embereket, akik köré gyűlnek a fiatalok, és akik merik a véleményüket kinyilvánítani, és egy-egy társadalmi munkában, egy-egy önkéntes munkában óriási szerepet vállalnak. Hasznos tanácsokat, tréninget is kínáltak a sátrakban, volt, ahol az önismeret és tehetséggondozás állt a középpontban. Várjuk azokat a fiatalokat, akik elhivatottnak érzik magukat néptáncban, drámában, képzőművészetben, azon túl, hogy jelentkeznek az iskolában, és rengetegféle fejlesztésen vehetnek részt, megtanulhatnak rajzolni, kipróbálhatják magukat, vagy tulajdonképpen megismerik önmagukat egy kicsit jobban ezeken az említett művészeti ágakon keresztül. A kiválóan akkreditált vásárhelyi tehetségpontnak felépített programja van arra, hogy megtalálja azokat a diákokat, akiknek a belső motiváción túl olyan különleges adottságai vannak, amellyel boldogulhatnak a világban. A Denevér barlangászai labirintus tájfutással, az Elkiskola diákjai aerobik bemutatóval, a Zajártalom nevű amatőr zenekar akusztikus hangszerekkel jelentkezett. Őket követte szerda délután szintén a fiatalok választása szerint két másik együttes, a The Moon, majd a Folk Fusion Band. Ifjúságkonferenciát is tartottak városunkban, mindjárt jövünk a részletekkel, előtte nézzük a nap további híreit. Baleset történt csütörtök délelőtt az Árok-Búza utcai kereszteződésben. Egy személygépkocsi szabálytalanul kanyarodott be egy szemből érkező egyenesen haladó autó elé. A balesetben senki nem sérült meg, az anyagi kár jelentős. Két autó ütközött össze a Szegfő utcán csütörtök délelőtt, a leálló sávból indult el egy személygépkocsi. A sofőr vélhetően figyelmetlen volt, és egy a Szegfő utcán haladó sávot váltó autóval ütközött, a balesetben senki nem sérült meg. Ráfutásos baleset történt az Orosi úton csütörtök délelőtt, egy a város felé tartó személygépkocsi forgalmi okok miatt lassított, majd megállt, ám a mögötte érkező erre már későn reagált, így történt az ütközés. Csütörtökön a Váci Mihály Kulturális Központ adott otthont az ifjúságkonferenciának, mely délelőtt beregszászi és szatmárnémeti szakemberek közreműködésével plenáris üléssel kezdődött. Délután workshop és World Café keretében fejtették ki a fiatalokat érintő és érdeklő témákat az ifjúsági hét alkalmával. Tudományos módon, de gyakorlati kérdéseket feszegettek a délelőtt folyamán az ifjúságkonferencia résztvevői. Munkaerőpiac, lakáshoz jutás, családalapítás, generációs ellentétek, drog problémák, közösségi kommunikáció. A nyitó előadás arról szólt, mikor, mitől és hogyan lesz valaki felnőtt. Szociológus szemmel a társadalmi érettség anyagi függetlenséget, felelősségvállalás, döntésképességet, önálló életvitelt, esetleg párkapcsolatot feltételez. Nyíregyháza féltő gonddal vigyázza a jövő generációt, fogalmazott a megnyitón a város alpolgármestere. Már 4 éve van ifjúsági kerekasztalunk és van ifjúsági koncepciónk. A mostani közgyűlésen fog elfogadásra kerülni a fiatalok első lakáshoz jutásának a támogatása Nyíregyháza városa által. Mindegyiknek az a mondani valója, hogy Nyíregyháza szeretné megtartani vagy visszavárja azokat a fiataljait, akik itt nőttek fel, vagy nem itt nőttek fel, de Nyíregyházán képzelik el a jövőjüket. Hát a városvezetés azt tudja, hogy ugye a kimenő generációk után fontosak azok a fiatalok, akik majd átveszik a helyet. A nemzetközi kitekintés okán hívtak a szervezők határon túli testvérvárosainkból, Beregszászból és Szatmárnémetiből előadókat.
Nagy érdeklődést váltott ki a mesterséges intelligencia, a robotizáció kérdése, mely a nem is oly távoli jövőben fog munkafázisokat megszüntetni vagy átalakítani. Erre fel kell készíteni a fiatalokat, mert teljesen más kompetenciákra lesz szükség. Sokkal fontosabb lesz az érzelmi intelligencia, mint a lexikális tudás. Fontos lesz, hogy kreatív lesz a fiatal, és nagyon fontos, hogy olyan munkákat kell megnézzünk, ami nem algoritmizálható. Impulzuskeltés volt az előadó szándék, aki egy oxfordi kutatócsoport munkájának eredményeit osztotta meg, most is a hallgatósággal. A diákparlamenter is a kiemelt témák között említette a robotizációt, de a függőség, a szenvedélyek korlátozása, kezelése is érinti az ifjúságot. Számomra az lenne, hogyha mondjuk nekem tiltanák az egészet, tehát hogyha tiltják minél jobban, akkor én annál jobban feljel megyek a dolognak, és minél jobban belemegyek. Itt egy picit olyan fordított pszichológiát alkalmaznak, hogy nem azt mondják, hogy ne csináld, hanem hogy megvan mindenkinek a saját döntés és a saját gondolata, és mindenki úgy dönt az életéről, ahogy akar. Érzékenyítő programmal, láthatatlan uzsonnával, természettudományos bemutatókkal, a közösségi szolgálat lehetőségeivel folytatódott az ifjúság konferencia, melynek nagy részét az érintettek javaslatára szervezték az alkalomra. Az embereknek lépést kell tartani a kor kihívásaival, jelen kell lenni a közösségi médiában, és a mai fiataloknak példát kell mutatni a társadalmi felelősségvállalás terén. Az ifjúsági hét pénteken a Hello Nyíregyháza eseményeibe kapcsolódik, hiszen az amatőr diák zenekarok is színpadot kapnak, sőt a fiatalok javaslatára érkezik műsorral a tehetségkutató nyertes Jóeszenki is. A második mérkőzést rendezték a női röplabda extra liga döntőjében, a Fátum Nyíregyháza a Vasast fogadta, és a vendégek most is nagy csatában 3-2-re győztek, így összesítésben 2-0-ra vezetnek a három győzelemig tartó párharc során. A második mérkőzést rendezték a női röplabda extra liga döntőjében. Holósi Lászlót a legutóbbi meccs végén kizárták, így a lelátón foglalhatott csak helyet a vezetőedző. Helyét erre a találkozóra Miskolc trénere Tomas Sándor vette át, és Horváth Andrással közösen meccseltek. Az első szett 20-20-ig szoros volt, aztán robbantott a Nyíregyháza és nyerte a játszmát. A második felvonásban 8-8 után a Vasas szerzett előnyt, és hozták is a játékrészt a fővárosiak. A harmadik játszmában a Brisbane vezérelte Fátum magabiztos játékot nyújtott, de ezúttal is az ötödik szett döntött, miután a negyediket a Vasas nyerte. Itt 13-13-nál a vendégek jutottak meccslabdához. Török Kata, Brisbane fogad, és kapja a labdát Francescótól, és kint van! 14-14! A második mérkőzés labdát viszont már nem sikerült hárítani, így győzött a Vasas és 2-0-ra vezet a három nyert mérkőzésig tartó párharc során. Ha várható volt, egy nagyon kemény mérkőzés lesz, ez így is alakult. Azt gondolom, hogy nagyon jól működött most a csapat munka, védekezés, meg a blokk. Mindenki hozzáadta az extráját, úgyhogy nagyon-nagyon örülök a győzelemért. Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat taktikailag maximálisan felkészült egymásból. Hát az én szerepem végül is annyi volt, hogy próbáljam a szakmai stáb és a játékosok munkáját segíteni. Én úgy, amit tudtam a lehetőségekhez mértem, megpróbáltam megtenni, és hát sajnálom, hogy itt a végjátékba elment ez a mérkőzés, de szerintem még nincs lég lefutva. A Vasas ellen idegenben van még keresni valója a Nyíregyházának. Folytatás pénteken Budapesten. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés. A képviselő testület többek között elfogadta a város 2024-ig tervezett sportkoncepcióját, a stratégiai zajtérképre alapuló intézkedési tervet, az intelligens gyalogos védelmi rendszer megvalósítását, valamint rendeletet alkotott az első lakáshoz jutók helyi támogatásának szabályairól. Szerda délután indították el az ifjúsági hetet a Kossuth téren. A nyitónap szórakoztató, sportos és zenés, valamint tájékoztató kínálata után ma ifjúság konferenciát is tartottak városunkban. A második mérkőzést rendezték a női röplabda extra liga döntőjében. A Fátum Nyíregyháza a Vasast fogadta, és a vendégek most is nagy csatában 3-2-re győztek, így összesítésben 2-0-ra vezetnek a három győzelemig tartó párharc során. A Nyíregyházi televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, majd nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!